16 éven aluliak számára nem ajánlott. Hello mindenkinek Magyarország egyetlen igazi streamjét, mert a többi szar. Hello! Tekerjék a kormányokat, dobják be esetlenokat, indul a menet. A nagy menetek indulnak. Tamesz baklava. Baklavás Tamesz. Tameszos baklavás, Tameszos kenyér. Na jó, hát 1500 előtt nem jövök elő, baklavás. Ne égessé be! Mi ez a tehetséges lemezlovas? Szevasszok, gecik! Hello! 7 perc van, még mi kimerhetjük egymásnak. Addig ne felejtsétek el lájkolni a streamet, mert ma ingyen van a lájk, de ez még hagyján, épp hogy nem fizet. A megosztásra nem is beszélve. Tamesz Pál lesz, pulyár ez. Na, hello mindenkinek és sziasztok! Megérkezett 3 nap után a stream. Mikor öltözök be valaminek? Lusza, én ma beöltözök, de hagyj nyitva az ablakot. Hello mindenkinek, hadd jöjjenek a kúró lájkok! Gyerekek, szexuális lájkokat akarok! Álalala! Csibori! Telement a szemem faszval. Faszocskával! Hello! Szevasztok testvéreim! Álalala! Na hello mindenkinek, szevasztok! Kézeljétek, tegnap geci akkora vihar volt, hogy szétbaszta a villanyórát. Beverte neki a kolbást? Szóval nem volt áram ma délelőtt 11-ig, tegnap este 6-tól, geci. Érted? Már reggel úgy keltem fel, mint az ősemberek, azért mert hegyeztem a botot, hogy megyek azt... Dobok egy mamutat valahol a réten, geci, hogy a családnak legyen betevő. Kajakra mondom. Tiszta nomádba voltam. Érted? Azt akkor ilyen paritjáztam már a szomszédot. PAM! Nyugdíjas babgulyás lesz ma, tudod? Úgyhogy durva volt, nem volt áram ilyen hosszú ideig, geci. Hát az agregátor eszre elkötni ezt a berendezést. Fölugran az agregátor, bazig az elszaladna a gecibe. Meglátna itt, mit kell meghajtani. Beadná a főmondását. Szóval hello mindenkinek! Alig hallani a zenét, nem csoda, mert nincs itthon egy Skoda. Hello. A megosztásokat föl kéne pörgetni, mert nagyon nagy szégyenbe vagyunk. Képzeljétek, mi történt ma velem, srácok. El nem fogjátok hinni, egyébként nem történt semmi, de kösz, hogy eljöttetek és meghallgattátok ezt az egész ügyet. Kék a fejem. Tudom, a kurva anyját megbassza ez a kamera. Ezt tudom mondani erre. Dik, nézd már meg. Nézd meg. Ki kellett volna húzni, meg bedugni, de... Ki ez a 20 éves férfi? Le lett glettelve az arcom. Tőlem ma vért vettek. Csanád! Gyönyörű volt ez a hír. Ez fantasztikus volt, köszi szépen. Elnézést, alig bírom visszatartani a röhögést, mert valaki bírt, hogy miért vettek, bazd meg. Szerencsé, hogy nem adtak, bazd meg. Érted? Hülye gyerek. Nem vicceltem. Anita, köszi szépen a 25-öt, a páromnak egy áldás, mert azt mondta, nem kap, akkor nem veri be a szöget este. Hát Anitám, figyelj ide, én teljes szívem szeretetéből ajánlok a szingli nőknek egy tulajdonképpen egy titkos fegyvert, mint egy olcsó Jedi kardot. Ha van otthon kígyóbi, ha még görbe, annál jobb. Nem tudom, hogy kap-e áldást. Anitám, ha nem, akkor érted, bekened egy kis disznyózsírral a izét, a bejárati ajtó körül azt megpaskolod kígyóbiba, azek visítasz reggelig, érted? Nem szabad kiszolgáltatni magadat, mindig kell egy béternek lenni, Anitám, érted? Arra verem el a fizum, akire jön az első értesítés. Né! Ne verd el a fizetésedet, amit verni kell, azt fasznak hívják, sokkal olcsóbban kijöhetsz belőle. Na hát arra gondoltam, hogy mielőtt elindul a stream, azelőtt beszélgetünk egy nagyon kicsit. Ez volt az a kicsi vége is. És nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szexuálisak vagytok a mai adásban, mert nagyon szexuálisak vagytok. Úristen. Juni, figyelj már ide, neked nagy tériszonyod van, nem? Azt mondtad nekem? De le akarom győzni. Azt a kurva. Ki ez a komfortzónából kilépő? Jézusom, mi történt itt? Juni, le kell győzni a félelmeket. Azt mondták nekem egyszer. Próbáld meg, hát. Oh,
Jézusom, Judy, jó vagy? Nézd meg, ott volt a sniper a tetőn. Gyertek, fedezékbe lőnek! Assza kurva, tetőről láttam megcsillant. Esküszöm neked. Esküszöm neked itt, ahogy állok, hát. Teherbe vagyok baszva. Úgy érzem, érted? Föl vagyok fújonva. Tegnap izétettem. Tyúk belet, mert azt találtam. Tyúk belet, hát nyokedli van. Gyere, segítsünk már, Juniok. Juni a barátunk, és már nagyon régóta küzd ezzel a tériszonyokkal. Mi? Judy. Már legyőztem szerintem. Na akkor amúgy prezentáljad, hogy ez igaz, mert hazugságokra alapul az egész ügy. Várja, most nem nagyon megremeget talán. Igen? Figyeljetek, bó! Jaj! Ne! Uram, szeretném, hogyha egy tolószéket az úriembernek. Jó, feküdj vissza, öreg, gyere, elviszlek! Egy tolószékre nagyon nagy szükség van, mert... Gyere, viszlek a koriba! Gyorsan! Mit bámulsz, buzi? Kell egy popon? Kész egy briós? Há? Köcsög, gyerek! Na öreg, van egy rossz hírem. Köszönjük szépen, mentős úr! Viszlát. Most arrébb vonulunk a barátommal elmondani neki a rossz hírem. Fasz meg nagyobbodásom van? Öreg, nem. Hát, nem. Itt ide, hol álljunk meg? Hol lesz jó neked itt, jó? Itt nagyon jó. Itt megállok, figyelj. Van egy rossz hírem. Megjöttek a CT eredményei. Az mi volt benne? Itt van az egyik. Mit sípolsz, buzi gyerek? Hülye vagy? Ha? Azt mondták, hogy nagyon durva fejrákodva. Látod a képeket? Ki a kezdtél nekem? Hát és akkor meg fogsz halni. Na jó öreg, nehogy elkezdjetek bőgni a kurva életbe már. Inkább adjatok egy ott cigit. Van, látod? Láttam, bazd meg. Meg fog halni. Fejrákodva, öreg. A legsúlyosabb, azt mondta. Én a nagy bevérzés. Érzem is, hogy az orlók fityegnek a halántékonnán. Szedjék ki innen. Tényleg. Szedjék ki, Lali. Várjál öreg! Várjál! Jaj! Megcsúszok! Megcsúszok! Ne öreg! Jaj! Ezt a buzit! Öreg, jó vagy! Normális vagy? Jó vagy! Jel, segítek el! Jó vagy! Nalis, fordulj el! Ne haragudj! Ne röhögjé! Szomorú legyél, kurva anyádat! Most azonnal sírd el magad! Elnézést, bocsánat! Elnézést! Mi ez? Elnézést! Viszontlátás! Semmi baj! Nem popázzak, köcsög gyerek! Jó. De bekötöm magam. Na, téged ki kéne kötni, nem be, te csöves. Jó. Ja. Hajrá, öreg, hajrá. Mi? Na, azt mondta, sikerült, de nincs benne pénz. Ez mi van. Mi az, hogy nincs benne pénz? Üres. Sajnos. Hát de olyan nincs, ahogy üres. Hát dehogy nem, látod, hogy van. Üres? Eskü. Jó napot kívánok, tiszteletem, szerelő urak. Jó napot. Kötelező szervizre jöttünk. Tavesz baktérium és bundáskenyér főnököm. Lássa, polgárőröktől vagyunk. Polgárőröktől. Főként pöckölni eztet, mert a bűnözők nyomába fogunk eredni. Úgy fogunk menni, mint bimbonka kikezdi a szél. Az kurva élet. Kéne csinálni a Facebookra kéne csinálni egy fotót róla. Vagy a Tinderen izé. Behajoljak szerintetek, vagy szíjam a cigit, mert attól az a mi? De vedd le az izót, vagy főn, hogy kipehéredjenek a fogaim, mert sárgák, mint a nikotintól. Mint egy májbetegnek, hát szeme. Szóljatok már, ha megvan. Már ilyen cigizés közben, hogy ilyen izé lázadónak tűnjek. Nézd, szeret téged a kamera, jó, szeret. Ez az te, kurva. Ez az? Nézd, most mutatok az égfele. Mutatok az égfele, mintha pont magyaráznék. Úristen, milyen nagy hatalmú üzletember vagyok. Innen öreg, azt innen így. Márja, bár egy picit. Márja, picit. Talulról. Néda, Juni. Az igen. Most itt innen sejtelmesbe. Azaz sejtelmesbe. Sorozatképe. Nem mutatunk meg semmit, igen? Közben mégis. Azt figyeld, milyen magyarázó vagyok. Azt a kurva. Nézd meg, hogy elhivatott vagyok, bazd meg. Az igen. A porondmester. Nézd meg ezt a napi szarosba. Dirdur, dirdur! Elduranak a 12-es bicikli bobden karok, megpopoznak. Pam, pam! Pam, 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 Juni! Ezt figyeld. Aha. Elnézést. Azt! Mi? Azt írta, hogy uncsi valaki. Már egy picit. Itt vagy még? Ne menj el messzire. Nézd. Jaj, Dikpora, ez nem mi történt? Nem tudom, de szarul van. Így majd mentőt. Azt a kurva! A gyász megbert. Figyelj csak ide, itt szemtelenségi bírságot kell kiszabnunk. A város
és a polgárőrség kirendeltségének fővezérigazgató és helyettes a jelvényszámom 3576493,5 és 4 mikron, Terminátor 3 tonyásos tonyási dandár 100 és fél ezredes vagyok, és cigánbajda, és léghajlító, légzongorista, lábbal narancspucoló versenygyőztese, citera császár, és kovászos uborka elrakó bajnok. Ennek sajnos következménye lesznek, ahogy így viselkedtek. A jelvésszámom 3, 5, 2, 4, 1, X, gyökhalad 3. Répakrém oszva 2-vel, répakrém hadművelet. Everybody répakrém, ki a buzita vagy én? Mindenféle parancsot teljesítenünk kell. De melyiket? Az összeset? Kell megállítani a gépjárművet. Kigurítom a passzomat, azt elakad benne. Az kurva élet. Indulnak, öreg, akció! Gyerünk! Akció! Semir Gerkám jelenkezik, hátraülök most, mert itt van a gyerekülés. Dagadt, vezessé már! Mi az, hogy nem tudsz vezetni, bazd meg? Azt a kurva. Ez annyira tipikus. Mi az, hogy nem tudsz vezetni? Dagadt, bazd meg! Álljon meg! Szálljon ki! Kezeket pön, csöves! Dobd pön a kezed! Állj meg! Bazd meg, ez nélkülünk nem sikerült volt! Úristen! A viperaizi hadművele! Mekkora nagy polgárőrök vagyunk, bazd meg! Ó, bazd meg, most érzem, hogy tettem valami jót! Tehát nagyon fura érzés, Joker! Soha nem éreztem még ilyet! Elnézést, fiatalember, itt a... Jó napot! Tiszteletem, a polgárőrségtől érkeztünk. Tisztelettel, jó napot! Mi a helyzet? Be vagyunk baszva? Be vagyunk baszva alaposan? Mint az albán szamár? Na jó, akkor figyeljen már ide! Nincs kölcsön egy 50-esen, mert kifogyott az üzemanyag. Figyeljetek ide! Egy oda a sarokra kell állni, úgy csinálj, mint a kukázna! Civilbe, érted, Judy? Te feküdj az út közepére, úgy fogsz kinézni, mint egy szar. Jó, jó, senki nem fog észrevenni. Te figyelj már ide, te csöves, asszony merőd trikóba. Menjen oda a rendőrökhöz, kérdezd meg, hogy nem-e tudnak kölcsön adni egy százas. Sas egy hívja Sas kettőt. Sas kettő, vége, hallak öreg. Staneszli fejű, geci pisztoly, itt vagy? Én itt vagyok, hallak öreg. Tisztán érthetően, 10-45. Bele tudna fújni a készülékbe? Vonaltisztítás. Haló? Most jobb valamivel. Egy kicsit még meg kéne csapkodni. Jó? Most jó. Haló? Haló? Most milyen Haló? Számot mondok? 12-ből 4, 9, meg 3. 3-45. Meg 19. Oszva 4-gyel, gyököt ki kéne vonni. Tudod mi a megoldás? Most jó vagy, Juni, most jó. Senki nem beszél észre, olyan, mintha egy szar lenne az úton. De nem mozogjál, nem mozogjál. Ha látom a céltetőt, a tetőt is ismét nem csak kérdezz meg! Hívja? Haló, penészes tojás, hallasz? Elnézést, fiatalember, rendőr úr. Attól tartok, hogy ott kukázik a fiatalember, hogy ő megfigyel valamit, ami itt kint történik, érti? Ez miatt aggódok. Lehet, hogy információkat küld. Halló, Joker? Most mondta, coppos rendőr így mondta, hogy fú, de jó az a pali, és most oda megy hozzád. Szerintem plörtölni akar. Elküldöm. Hallasz engem, Dabar? Gyere, elmondom magad, gyere. 12.45. 23.90. Egy haladtált a kereszteződéstél, 2 pontosan. De itt 10 gépjármű áll, nem 2. A piros Marburgot látod? Joker. Hogy ne látnám? Hát látom. Én is. Vége. Érzem itt, hogy egy izé van, egy elhanyagolt muff, itt a rendőrség környékibe. Van egy rendőr kollega, de üljük, azt nincs mit, viszlát. Macskaszagú a pinája neki. Rendes macskaszagú pinája van. Éreztem itt hát a baszatlanságot. Itt éreztem. Kiszállok, holnap újra akcióba. Mi között van hozzá? Jézusom! Ja! Tényleg kiszálltam. Az első legfontosabb dolog a világban, hogy legyen passz a picsádba. Hogy? Az iga. Figyelj már, Erzsi, most nem akarok mint ezt szemtelennek tűnni veled kapcsolatosan, de előkerült egy videó. Előkerült egy videó, nem is olyan régről, ahogy a rossz dízeles kormos lyukadon kitolod a nagy vímes dobozt, azt a tanga meg ketté vágja, mint egy szalámit.
Ez van, ezt a videóban, ezzel, ezt a Lajos promózza vele, hogy mire vagy képes. Undorító. Elnézést, picit arra tudnám menni, mert a Farmer Nadrágot hozzáér a sárhányóhoz. Az most lett lekerámiállat, tudod? Persze. Köszépen. Nagyon szép. Persze, mennyi van? Adj egy ezeres, azt vigyetet. Esküszöm. Komolyan? De papírok nélkül. Már mit elkapcsolatban? Szia, Tranyó, mi van veled? Úristen. Na, viheted is, köszi szépen. Semmi. Köszönöm szépen. Egy kicsit fáj a fejem. Mit van? Joker, gyere már! Ez nekem is fájna. Jövök, jövök, igen. Igen. De figyelj, man. Én? A Lajos adt el. Lajos adt el. Hallottam, hogy 700-at kért érte ez a buzi gyerek. Lali, eladtál az autómat, te rák, ha? Most ne. Igyán, meneküljön innen, mert erőszak van. Jézus, segítség! Jó, jó, jó. Lali, eladtam az autómat! Mert mennyi? Hát ez az, mennyi hát adtad el, te árulgó geci? Most miért engem kérdezel? Undorító vagy, Lali. A szart is kibernéd belőlük. Lali, az anyádon megbasznád 5 porinté! Köcsög gyerek! Az meg reggelre a májunkat kipakolja, azt eladja. Ez a barátság! Ez a barátság, Lali! Mélységes csalódásomat fejezem ki feléd ezekben a sorokba, az belemártom a faszomat ilyen teszkós borokba. Kicsit csíp majd, de lenyalod majd róla. Lali! Ez hát most igen. Az öreg rímelő tolla. Rímál a buzi? Állj meg te kis buzi! Megmented már a hurkapálcát? Anyu, megvette már a gyurmát? Elnézést. Te Lajos eladta a kocsidat, az nem zavar? Tudom, dehogy nem, de most elvettem az övét, érted? És nem kapja vissza, mi megtezi meg az enyém, és csak gyalog jöhet. Hát, ezt nem is értem, hogy nem látod, bazd meg. Neked szürke hályog van a szemedem, vagy mi a geci? Egyszer bepucsított előttem tangába, az tiszta korom volt a kipukogó a rossz dízelnek. Nagy dementorokot fityekte. Bazzeg, elmentem a múltkor arra, mert azt hittem, hogy egy hatalmas, óriás anakonda. Érted, olyan szartán, mint egy mamut. Bazzd meg. Jó vagy, Joker? Ha tehetitek, osszátok meg a streamet, mert tök ingyen van, és aki nem lájkolja a streamet, az 10 év szerencsétlenséget tudhat magáénak. Ezt nem én mondom, hanem... Ezt nem én mondom, hanem a statisztika. Szóval nem szeretnétek szerencsétlenek lenni, hogy nyomjatok már egy kurva lájkot, mert ma egyébként teljesen ingyen van. Köszönöm a figyelmet. Ennyi? Ezt tett le! Mi volt ez a csattanás? Bazd meg, megint ott volt egy pók a Johnny homlokán. Köszönöm. Ez mit prüszkül, ez mint egy szippantó, sem mint a BKV busz, mikor izé megáll. Jaj, jó van, már elégedetlen vagy ma megint. Mikor te mit csináltál? Mikor mondod be, hogy jegyeket bérbetegek? Jó napot! Legyetek bérbetegek! Felszállás csak az első ajtón. Mik az öreg? Csinálunk egy selfie-t, öreg? Na, csináljál már. Na gyere, csinálunk egy selfie-t. Na, öreg! Tartom a kamerát! Mehet, gyere, nézzél bele! Mehet? Mondd azt, hogy... Buzi, cheers! Állj be profilképnek, ha van passzol. Beállítottam! Meg akarod nézni? Á. Ott is vagy, látod? Aha! Tessék, legjobb... legjobb a riba! Szíveztem is. Csináljunk egy újat, hát. Szíveztem. Akarsz csinálni egy pasztot, Öri? Úgy csinálja, hogy pózoljatok valamit, mert így nem lesz jó. Ja, várjál. Lali, jobbra menjél, egy kicsit jobbra, még. Így jó. Menj már jobbra, Lali, bazd meg! A Joker így nem látszódsz. Akkor így jó? Joker, ne bújj már. Igen? Így, valakitől kaptál egy pofont. Na, csináljatok valamit, hát. Igen? Mehet? Sütögetés, ez jó lesz? Szíjet, Joker, vagy valami. Ja, várj, akkor cigizek, várjál. Út, igaz, várjál, cigizek. Szóluk, ha jó lesz. Várjál. Mindjárt előbb. Várjál, még egy cigit előkapok. Megvárjuk a tökéletes pillanatot. Aha, nézzétek a izét, a posztot. Aha. Lájkolom. Belepistogtál, öreg. Lájkolom. Pinabubusok támadnak. Tudsz izé, posztolgatni, irogatni egymástak, minden képre tudsz reagálni, érted? Gondold el, kiválasztunk egy embert, bazd meg, azt elkezdjük zaklatni.
addig, amíg nem fizet, vágod? Csak így, üzenet. Buzi vagy. Pussoljál már el. Hát ezt írt már. Nekem? Cinglidők írjanak, hülyen laliget. Viszont már jó, a kamerán hagytam meg. Nyillal a fejedbe, te fasz, hát hogy? Most mi a bajod, Lali? Miért szomorkodol? Hát, hogy kaptam egy üzenetet a Twitteren, hogy buzi vagyok. Hát és? Hát ennyi? Semmi, csak kicsit rosszul esett. És ki írta? Hát valami Hector Flector. Azt nem tudom ki. Na mennem kell füvet nyírni. Vigyázzál! Hoppá, kaptál egy izét, egy üzenetet, képzeld el öreg, most nézem a izét képedre, amit kiraktál. Nem tudom, nem én írtam. Geci az nem. Valaki trókodik a nevembe szerintem. Júli azt mondja, egy öreg bácsival. Na jó, megyek aludni a gecibe, mert így viselkedtem. Jó éjszakát, Töri. Jó éjszakát. Szia. Szevasz, geci, jó éj. Srácok, ennyi volt mára. Holnap találkozunk legközelebb. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem tetszett. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, mert muszáj is. Nagyon finom a like, meg minden. Szóval kösz szépen, és csá mindenkinek. Jó pihenés, szevasztok. Hello, és csá, és hello, és sziasztok, és nagyon hello. És sziasztok, és hello még jobban, és annál jobban hello, mintha kétszer hello lenne. De álmomban, mikor ott jártam.